Január 1-től a teljesen nullás fizetősé vált, erre kell készülni azoknak a nyíregyházi sofőröknek is, akik Budapest felé tartanak. Ezzel együtt összesen 230 kilométerrel bővült a hazai díjköteles gyorsforgalmi útszakaszok hossza. szabolcs szatmár bereg vármegyében nincs új fizetős útszakasz. A hatályos jogszabályok értelmében a 2024-es matrica árakat az előző év augusztusi fogyasztói áraihoz kötik. Ennek alapján a drágulás 16,4%-os januárban. Személy autósoknak az éves országos matrica 49.190 forintról 57.260 forintra drágul, az éves vármegyei sztráda matricák pedig 6.660 forintba kerülnek majd a tavalyi 5.720 forint után. Március 1-től bevezetik az egynapos matricát is, amely 5150 forintba fog kerülni. Ennek főleg az eltutazó úgynevezett tranzitforgalom örülhet majd. Ezekkel együtt drágul az üzemanyag is. Az Európai Uniós jogszabályokra hivatkozva a molnák két részletben összesen 41 forinttal emelkedik a benzin és a dízel ára. Január 1 20, majd január 15-én további 21 forinttal fog nőni az üzemanyag literenként. 2024-től átalakítják a felsőoktatási felvételi rendszert. A legfontosabb változás, hogy az egyetemeknek nagyobb beleszólása lesz abba, milyen tantárgyak középiskolai érettségi eredményei és milyen egyéb teljesítmények számítanak bele a felvételén elérhető 500 pontba. 100 pont sorsáról a saját hatáskörükben dönthetnek, és akár szakonként is más követelményeket szabhatnak meg. Január 1-én lépett hatályba a közoktatásban maradt pedagógusok új szerződése. Ezzel hivatalosan is kikerülnek a közalkalmazotti jogviszonyból és átkerülnek a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba. Három éves pedagógus bérfejlesztési program indul januárban, az első emelés 32,2%-os lesz, amelyet már a februári bérrel megkaphatnak a tanárok. 2024-től már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni a boltokban szép kártyával. Januártól ismét csak meleg ételre, szállásra, szabadidő szolgáltatásokra lehet költeni a kártyákról. Ez elsősorban a szállodáknak és éttermeknek fog kedvezni. Ugyancsak júliustól lesz kötelező a gyártóknak díjas palackokban árulni az italaikat, de a mol -Mohú rendszere már januárban elindul, és a 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben és az 1000 főnél népesebb településeken már a visszaváltó automatákkal is találkozhatunk. Az 50 forintos díj az 1 deciliternél nagyobb és 3 liternél kisebb, fémből, műanyagból vagy üvegből készült egyszer használatos italok csomagolására fog vonatkozni. Fontos, hogy ne nyomjuk össze a palackot, mert az automata csak sértetlen állapotban fogja visszavenni azt. Ezután vagy visszautalják az összeget, vagy ajándékutalvány formájában kapjuk meg, de akár el is adományozhatjuk, 2024-ben a gyermekegészségügyet lehet támogatni. A 2024-ben induló Csok Plusz hitelprogram azoknak a fiatal házaspároknak nyújt segítséget, akik gyermekvállalás előtt állnak. Egy gyermek vállalásával 15, két gyermekkel 30, három gyermekkel pedig legfeljebb 50 millió forint kamat támogatott hitelhez lehet hozzájutni, legfeljebb 3%-os ügyleti kamat mellett. A kölcsönt új és használt lakás vásárlásra, valamint ingatlan bővítésre is lehet fordítani. A lakossági adóbevallásokhoz hasonlóan a NAV vállalatok bevallás tervezeteinek elkészítését is magára vállalta a NAV, így januártól érkezik az EÁFA rendszere. A cégeknek csak el kell fogadni az adóhivatal bevallás tervezetét, amit a NAV az online pénztárgépek, az online számlaszolgáltatások, a vámhatározatok és a cégek könyvelő szoftvereinek az adataiból számol ki. Decemberben 266.800 forintra emelkedett a havi minimálbér, ami több adózási értékhatár alapjául is szolgál, így januártól nőnek az általány adózó egyéni vállalkozók bevételi határa is. 32 millió 16 forint lesz a maximum, amit ebben az adózási formában el lehet számolni, kiskereskedelmi tevékenység esetén pedig 160 millió 80 forint. Mentesítették a lottóhoz hasonló szerencsejátékokat a személyi jövedelmadó hatája alól, így 2024-ben nem kell adóznunk, ha megütjük a lottóöltöst. Január 1-től megszűnt annak lehetősége, hogy a bírósági eljárási illetéket illetékbélyeggel fizethessük ki. Így az a bírósági fizetési portálról indított utalással, közvetlen banki átutalással vagy készpénz átutalási megbízással, azaz úgynevezett sárga csekken fizethetőbe. Megszűnt a munkakezdés előtti kötelező orvosi vizsgálat is. Az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő közteher januártól szociális hozzájárulási adónak számít. Évente háromszor jutalmazhatók a munkavállalók adómentesen, alkalmanként a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben. A desszert jellegű sajtkészítmények áfája 27%-ról 18%-ra csökken, így olcsóbb lesz a Máté Szalkai gyárban előállított túróról is.